Forró teával, süteménnyel és szaloncukorral várták a főtérre a szervezők advent első vasárnapján a városlakókat. Jó estét kívánok! Angyal szól hozzájuk! Kedves házigazda, bocsáss be házadba! Mert itt a sanyargatós éjszakából, Betlehemből jöttünk örömet hirdetni, karácsony estein dics igéket zengni, beszabad eljönni! Egyre hosszabbak és sötétebbek az éjszakák, lassan beköszöntött a tél is, és eljött az adventi készülődés ideje. A gyerekek élvezik talán a legjobban ezt a varázslatos időszakot, amikor együtt lehet alkotni, tüsténkedni, beszélgetni. Mindent karácsonyi illatok lengnek körbe, és az utcákon, a városban kigyulladnak az adventi fények. A szeretet nagy ünnepén, amikor annyi költemény hirdeti ékes mondatokban, hogy végre ismét karácsony van. Mikor övéihez rohan mindenki, meghatottan, boldogan. Mikor mindenki egyetért. Mindenki egyért, egy mindenkiért. Az ünnepnap alkalmából Szóláti volt polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az advent első vasárnapja van. Ez egy kicsit más ez a mostani advent. Talán nem lesz olyan nagy a fánk, vagy nincs olyan szépen kivilágítva a város, de azt gondolom, hogy nem is ez a legfontosabb. Talán pont ez a karácsony lesz, amikor egy picit rá tudunk hangolódni másképpen is a karácsonyra. Nem biztos, hogy az ajándék nagysága, vagy az ajándék értéke fogja megszabni a karácsony értékét, hanem mindaz, amit a szívünkbe tudunk hordozni. És én magam részéről azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy egy picit átértékeljük körülöttünk azt, amihez egyébként hozzá vagyunk szokva, és nyilván jó kényelmesen élni, de hogyha megnézzük és kicsit magunkba fordulva megpróbáljuk megvizsgálni, hogy mik azok, amik mégis fontosak az életünkben, az mind ott lesz a karácsonyi asztalnál. A családtagok, a szeretteink, és mindaz, amit magunk köré tudunk ott halmozni, és remélem minél többeknek megadatik, hogy egyrészt a családjuk körében tudnak majd karácsonyozni, másrészt pedig minden ott lesz az asztalon is, ami ahhoz szükséges, hogy ez egy szép karácsony legyen. Ahol ez nem így van, ott meg az önkormányzat is megpróbál valamilyen formában segíteni. Azt kívánom mindenkinek, hogy áldott, bőséges karácsonyunk legyen, de az áldott karácsonyon van a hangsúly. Ezt követően polgármester úr meggyújtotta az összetartozást jelképező tüzet. A köszöntő után Gacsáig Gábor református lelkipásztor mondott áldást. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra ime világosság ragyog. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökké való Atya, a békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és az ő országában. Amen. Az Atya Istennek végtelen szeretete, a Fiúnak kegyelme, a Szentlélek hitet, reménységet, szeretetet adó közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, ezzel a várossal és népünkkel. Amen. A város adventi koszorújának első gyertyáját ebben az évben is Szólátiból gyújtotta meg. Az advent első vasárnapján gyújtott gyertya a hit jelképe, Ádámot és Évát szimbolizálja, hiszen nekik jövendölték először a megváltó eljövetelét. Farkas Mária egy erdélyi népdallal örvendeztette meg a helyieket. Farkelékén, nyurángál hajnalban, megmosdottam minden bűneimtől, megkendőztem aranykendezőmmel, kimánik én ajtóm elejébe. A Hajdú Bokréta Hagyományőrző Egyesület, a Nánási Nóta, Népdal és Tánckedvelők Egyesülete és a Lente Lajos Magyar Nóta Egyesület tagjainak előadásában karácsonyi dalokat hallhattak az összegyűltek. Angyalok hirdetik, messiás születik, itt van jelen fényében, helye születik.
program zárásaként a jelenlévők együtt énekelték el a Mennyből az Angyal című klasszikus karácsonyi dalt. Mennyből az Angyal eljött hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve menni, lássátok, lássátok, Istennek fia, aki született jászolban, jászolban, ő lesz ennéktek üdvözítőtök valóban, valóban. A karácsony és a vallás ma már nem feltétlenül jár kéz a kézben, de még a nem hívők körében is akad, aki a Betlehem látványáért vagy a hangulatáért átlépi a szentélyek küszöbét az adventi időszakban. A református templomban az idei adventi koncert előadója a Solymok együttes volt, akik a Kormorán zenekar legismertebb dalait is előadták.